42 Európai Uniós finanszírozású projektet hagytam hátra 2020-ban. Ezt állítja a PSZD-PNL koalíció által támogatott temesvári polgármester jelölt. Nikolai Robu ugyanakkor sérelmezte, hogy a 42 projektből mindössze 6 valósult meg a szerződésekben vállalt határidőig. Nikolai Robu szerint a mandátum alatt elindított több mint 40 projektet Dominik Fritz jelenlegi városvezető gyakorlatilag megsemmisítette, és ez jelentős veszteségeket okozott a helyi költségvetésnek. Hatalmas összegű európai uniós forrást veszített el Fritz, ami pedig a tömbházak hőszigetelését illeti, a finanszírozás 91%-át veszítette el. 91%-át. El tudják képzelni, mennyire súlyos a helyzet? Ez a veszteség több mint 100 millió lejt jelent, amelyet a helyi költségvetésből kell fedezni, ahelyett, hogy más beruházásokra költenénk ezt az összeget, és a Robu csapat által megnyert uniós pénzből valósították volna meg a hőszigetelési munkálatokat. Ennek az embernek még van bátorsága dicsekedni és azzal vádolni engem, hogy nem csináltam semmit. Hát, ha már a témánál vagyunk, én 50 tömbházat hőszigeteltettem. Kifejtette, hogy minden által a jóváhagyott és leszerződött projekt folytatása kötelező, ehhez pedig a helyi költségvetésből mintegy 250 milliárd lej szükséges.